Kedves nézőink, idén lépett 25. évfolyamába az Újpesti Helytörténeti Értesítő, Újpest Helytörténeti Szaklapja. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Rojko Anna Mária szerkesztőt, Iványi János mérnököt, akivel már sokszor találkozhattak itt az Újpest Televízióban, hiszen együtt készítettük az Újpest épületéről szóló sorozatot, aki egyébként az Újpesti Helytörténeti Alapítvány elnöke, és mint kiadó is jelen maradtnál. Hirman László tanár, iskolaigazgató, helytörténész és a Helytörténeti Értesítőnek a szerkesztőbizottsági elnöke. Induljunk el az elejétől, hogy is jött létre ez alap 25 évvel ezelőtt, ki kezdeményezte, milyen céllal? 1994-ben jött létre alap. Kadlecovics Géza, a Helytörténeti Alapítvány akkori elnöke kezdeményezte a kiadását. Akkor ez egy 500 példányos házilagos kivitelű kiadvány volt, nagyon színvonalas volt a tartalma, de nem jutott el a város lakóinak többségéhez. Minden esetre nagy szeretettel gondolunk Kadlecovics Gézára, aki az alapítvány és alapnak is kezdeményezője, és nem csak kezdeményezője, hanem a mai napig szerzője, rendszeresen publikál most is. Nagyon sok olyan újpesti ismeret, Újpest városának titkai kötődnek hozzá, illetve ő az ismerője, amit ha ő nem ér meg, akkor soha senki. És aztán 2001-ben Újpest önkormányzata úgy döntött, hogy támogatja a lapkiadását egy nagyobb példányszámban, 5000 példányban, változatlanul a Helytörténeti Alapítvány szellemi hátterével, és akkor felkérték Banga Ferenc Munkácsi Díjas grafikus művészt, hogy tervezze meg ennek a lapnak a szellemiségéhez kapcsolódó tipográfiáját, úgyhogy tótfalusi antikva betűkkel készül, és egy nagyon igényes tipográfia. Ez nagyon szép papíron is. Igen, egy nagyon szép textúrájú papír, ez egy ilyen samoá színű papír. Az ősi értesítő egyébként szinte egy igényes lap volt, tehát Kadlecovics Géza úr, Géza bácsi hallatlan munkát végzett, mert gyakorlatilag a pénzt is ő teremtett elő a laphoz, civil szervezetektől, adományozóktól kért és kapott támogatást. A tördelést egy fiatalember végezte, és utána a Tungsan Print nyomdában készült akkor a lap. És rengeteg anyagot publikált, amit korábban nem nagyon lehetett olvasni. Tehát könnyű volt erre a lapstruktúrára egy másik lapot ráépíteni, vagy tulajdonképpen továbbvinni ezt a szellemiséget, nyilván egy megújult formával, megújult tartalommal. Volt egy célközönség alapnak, amikor indítottátok, hogy ki az, akinek szeretnétek eljuttatni, megcsinálni? A diákságnak mindenképpen, mert hogy a Helytörténeti Alapítvány alap feladata a helytörténet, a honismeret népszerűsítés a diákok körében. Ezért szervezzük meg évről évre a vetélkedőket, és abból is most már éppen negyedszázados múltunk van. És hát ez volt az egyik orgánum, amin keresztül az ismeretek eljutottak a gyerekekhez. Illetve hát az a célközönség, azt hiszem, akik egyébként lelkes lokálpatrióták Újpesten, hozzánk hasonlóan. Azt ne felejtsük el, hogy az alap ingyenesen jut el azokhoz, akik meg tudják szerezni. Hogyan sikerült megteremteni az anyagi hátteret ahhoz, hogy megjelenhessen egy ilyen nivójú lap, ilyen példányszámban, mert hiszen most 2000 példányszámban jelenik meg. A bemutatáskor említetted, hogy én, mint a kiadó vagyok jelen, hát azért ez túlzás, mert az, hogy valaki kiadó legyen, annak a pénzének is kellene lenni. Most itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az lap teljes egészében az önkormányzat támogatásával jelenik meg, és a helytörténeti alapítványon, hát idézőjelbe véve, átfolyik gyakorlatilag ez a pénz. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy mindazok a műveletek, amik egy ilyen lap elkészítéséhez szükségesek, ugye ezek adminisztratív kötelezettségekkel is járnak. Nevezetesen egyrészt magunk között meg kell szervezni azt, hogy ki figyel oda az, hogy milyen tartalmú legyen a lap, ki gondoskodik arról, hogy ezek lapzátára elkészüljenek. Ugyanakkor viszont kell egy olyan valaki, vagy egy olyan szervezeti egység, ez nagy túlzással állítva, aki hát ennek a pénzügyi részét rendezi. Na most ez tulajdonképpen úgy történt eddig is, hogy a Helytörténeti Alapítványnak az önkormányzattal van egy szerződés, egy megállapodása, amelyben a kiadói jogot átadja az önkormányzatnak, de az ezzel kapcsolatos összes tevékenységet az alapítvány végzi. Ennek a
az egyenlet másik oldalán pedig az van, hogy az önkormányzat biztosítja azt az anyagi hátteret, ami negyedévenként durván most ebben a pillanatban 1 millió forint, azt az anyagi hátteret, amiből a résztvevőket, akiknek a tevékenysége nem társadalmi munka, hanem effektív számlás tevékenység. Most itt gondolok a szerkesztésre, a nyomdai szerkesztésre, és magára a nyomda tevékenysége, a papírbeszerzésre, és így tovább. És egy borzasztó szerény finanszírozása a szerzők felé, ez gyakorlatilag könyvutalványokat jelent. Ezt mondjuk pénzügyileg rendezi, forgatja, és a minden év január 31-ével ezekkel az átadott pénzeszközökkel a pénzügyi eljárás szabályai szerint el kell számolni. Ja, most te is ott vagy az alkotók között, te is gyakran írsz, és szinte mindannyian majdnem társadalmi munkába végzitek ezt a tevékenységet. Kicsit beszéljünk a stábról, kik alkotják a alapnak az alkotói stábját. Szeretném a Jánost kiegészíteni, hogy mérnökember, és ezért egyenlet egyik és másik oldaláról beszél, ellentétben velem, aki inkább bölcsésznek tartom magam. Azért a helytörténeti alapítvány az egy szellemi háttért is jelent. A kuratórium olyan emberekből áll, akik egyben szerzői is alapnak, és említsük még meg a Városvédő Egyesületet, ahol János egyébként szintén vezetőségi tag. Ez a két civil szervezet az, amelyik alap hátterét adja. Létezik egy szerkesztőbizottság, erről Laci majd beszélni fog. De tulajdonképpen, amikor a fiatalok felé fordult alap, azt vártuk, hogy előbb-utóbb ők is megjelennek a szerzők köreiben, de pedagógusként, nagypapaként, én édesanyaként tudom, hogy a fiataloknak erre nincs ideje. El kell érni egy bizonyos életkort ahhoz, hogy valaki keresse magának egy hobbit, vagy olyan kötődése alakuljon ki a településhez, ahol él, hogy mélyebben beleásson a múltjába. Ezért az átlag életkora a szerzőknek az bizony 50 körüli. Kétségtelen, hogy 25 évvel ezelőtt együtt kezdtük még, és akkor fiatalabbak voltunk. Rovat szerkezetről beszélek, és akkor ehhez kapcsolnám az állandó szerzőket. Van nekünk egy híres újpestiek rovatunk, ahol tulajdonképpen Hírman Lászlóhoz kötődik ez a rovat. Fantasztikus lexikont lehetne összeállítani, ahogy megjelent kötetben is 33 híres újpesti. Azokból az ismert és kevésbé ismert személyekből, akik tettek Újpestért, vagy itt éltek valamilyen módon. Aztán van egy interjúrovat, amit Szőlősi Marian, a helytörténeti gyűjtemény vezetője jegyez. Szintén ma élő olyan újpestiekkel, akik a saját szakterületükön, életpályájukon valami különlegeset alkottak. Van a közleményrovat, ezek kisebb írások, itt Krizsán Sándor általában közlekedés történet, utca, település szerkezet történetről ír, most éppen a Görgei utcát dolgozza föl. Van egy sporttörténészünk, Lőrinc Róbert, aki időnként meglepetés cikkeket hoz a szerkesztőségben, mert könyvtárosként olyan régi lapokat tud átvizsgálni, ahol kis ékszer dobozok kerülnek elő. Tehát Locz Károly műtermét kerestük, a Gizike, Iványi János felesége írt még az egyik első számban erről, hogy hol van, és Róbi pedig 20 évvel később talált egy olyan dokumentumot, ami még a Nemzeti Múzeumnak sem volt meg, megtalálta. És aztán különböző témák, különböző szerzői, a tanulmányt néha Derce Tamás, egykori polgármester írja, történészként kutatja a várostörténetet, de volt már Budapest főügyész helyettese Ibolya Tibor, aki az első újpesti bankrablásról ír, most éppen az UTE fotballtörténeti tanulmányt közöljük, úgyhogy ott színesebb a felhozatal a tanulmányrovatban, és mélyebbek a cikkek, hosszabbak, lábjegyzetelt cikkek többnyire. Szerkesztőbizottságról beszélgessünk. Én alapvetően kakukktojás vagyok ebben a társaságban, hiszen
a szerkesztőség egyéb tagjai, meg a szerzők alapvetően majdnem mind filoszok, tehát humán beállítottságúak, és én a magam, szabad ezt mondanom, 45 éves gyakorlat után mérnökségével én inkább ilyen műszaki kérdésekkel foglalkozom. De itt okvetlenül meg kell említeni dr. Sipos Lajos tanár urat, professzor emeritus József Attila Díjas irodalomtörténészt, aki ugyan effektíve cikkeket nem ír alapba, de alapvetően minden cikk átmegy a kezén, tehát ő mindazokkal a dolgokkal odafigyel, hogy hát a gyönyörű magyar nyelvünk, meg a fogalmazás készségünk, és így tovább ezeknek a színvonalán se essék csolyba, tehát azt hiszem, hogy a színvonal adott szinten való tartásához a tanár úrnak a nevet okvetlenül meg kell említeni, és az ő tevékenysége elengedhetetlen, mondjuk a stáblistában, mint tiszteletbeli szerkesztőbizottsági elnök benne van. Na most, ha már nálam van a szó, és mondtam, hogy kakukktojás vagyok, én általában ilyen műszaki cikkeket próbálok publikálni, időnként mondjuk más is beleesik, és mondjuk a tevékenységemmel kapcsolatban annyit azért még hozzá, hogy nagyon sokat kell bizonyos dolgoknak utána menni magában a mérnöki vonalon is, de például az apósom, ugye az elhunyt feleségemnek, Konrád Gizellának az édesapja, 10 éven keresztül a városnak a főmérnöke volt, és abban a kritikus 10 évben, ami 39 és 49 között volt a magyar történelemben, így többek között Újpest történetében is, és hát 2016-ban volt 50 éve, hogy meghalt, akkor én az ő városhoz kapcsolódó tevékenységét próbáltam felkutatni, és ennek kapcsán, ugye az egyéb műszaki kérdések mellett, hát volt szerencsém a fővárosi levéltárban a városnak a közgyűlési jegyzőkönyveit áttanulmányozni, ami aztán megint egy csomó olyan dolgot hozott elő, ami alapján azt hiszem, hogy muníciónk van a jövőre is, még műszaki téren is. Azt akartam kérdezni tőled, Laci, hogy végül is ez a csapat, ez egy olyan társaság, akiknek a helytörténelem, ez az egész, ez nem, már nem csak hogy hobbi, hanem szenvedély. Milyen egy lapindító, hogy annyi anyag van, hogy nem tudjátok, hogy mi kerüljön be, kit nem lenne szabad megbántani, hogy most ne kerüljön be, vagy keresni kell anyagot, mondjuk ezt nem hiszem. Valóban szívügyünk ez a dolog. Picit az impresszumról beszélnék, mert az elég sok mindent elárul, hogy kezdtük a beszélgetést, Kadlecó és Géza alapította a lapot, ő változatlan alapító szerkesztőként minden impresszum fejlécében ott van. Második név viszont Sipos tanár úré, mert mikor 2001-ben a lap átalakult, akkor ő lett a szerkesztőbizottság elnök, és most is tiszteletbeli elnök. Akkor határoztuk el azt, hogy állandó terjedelme lesz a lapnak, 32 oldal, 4 szám jelenik meg éves szinten gyakorlatilag az évszakokhoz kötődően, a nyári napszám az mindig a városnapokhoz igazodik, és állandó rovatok vannak azóta a lapban, címlapon mindig egy rövid publicisztika, egy fél ilyen felkeltő képpel, hátul az utolsó oldalon pedig a helytörténeti hírek, ahol beszámolunk az Újpesten megjelent kiadványokról, eseményekről, alkalmasint, ha úgy van, akkor gyászhírekről, örömeinkről és szomorúságainkról. A szerkesztőbizottság tagjai pedig mindazok, akiket most Annamáris János felsorolt, én még Szőlősi Mariant emlegetném ebben a körben, vagy Iványini Konrád Gizellát még mindig úgy tartjuk számon, mint egykori szerkesztőtársunkat, hiszen alapindításakor rengeteget tett Gizike ezért alapért. Igen? Bocsánat, kiegészíteném Körös Andrással, és vele az ő személyhez szorosan kapcsolódó közművelődési körrel. Én két civil szervezetet említettem, de a közművelődési kör a harmadik, amelynek vezetői tagjai előfordulnak a szerzőink között. Körös Andrásnak abban is nagyon nagy szerepe van, hogy említette János, szerződése van az önkormányzattal, az alapítványnak, és ez időről időre felülvizsgálatra kerül, ez egy 5 éves határozatidői szerződés, és ezt a jogász felkészültségével dr. Körös András tartja kézben, hogy mindig egy olyan szerződés legyen közöttünk, ami élő, megvalósítható és biztosítja alap megjelenését, finanszírozását. És hogy válaszoljak a kérdés, hogy hogyan működünk, én úgy hiszem nagyon hatékonyan, mert hogy hiába, hogy a 4 lapszám mindig megtelik tartalommal, és büszkén mondom, hogy 2001 óta, de azt megőrzően sem másodközlésre nem kerül sor. Tehát az, hogy újra mondván, hogy eltelt jó pár év, kicsit átdolgoz az anyagot, újra közölnénk, minden esetben vadonatúj írásokkal jelentkezünk.
pedig mindössze egy évben csak egyszer találkozunk. Január első napjaiban azon föl, hogy kívánunk sok sikert egymásnak az új esztendőhöz, összeül a szerkesztőbizottság, és akkor gyakorlatilag a négy lapszámot előre megtöltjük tartalommal. Van egy táblázat, ahol beírjuk, hogy melyik lapszámban, melyik rovatban ki milyen írással jelentkezik majd, és ezt 80-90%-ban meg is valósítjuk. Évközben aztán persze jönnek új ötletek, meg elképzelések, vagy valaki egy témáról rájön, hogy mégsem tudja most kifejteni, és akkor egy későbbi lapszámba fér csak bele, de alapvetően ezen a naptári éveli szerkesztőbizottságülésen elhatározunk, hogy mi lesz a tartalma, és onnantól kezdve hát a modern technika segítség, mert gyakorlatilag csak e-mailben tartjuk a kapcsolatot. Anna Mária Ancsa az, aki rengeteget dolgozik ezzel, ő szerkesztőként tartja a kapcsolatot összes szerzővel, és akkor határidőkre nagyon szeriden figyelmezteti a szerzőket, és amikor már megérkeztek a cikkek, akkor jön tulajdonképpen az én feladatom, átolvasom őket, és akkor, ha úgy vélem, akkor javaslatokat teszek itt-ott módosításokra, és aztán van még egy nagy köre a cikkek átnézésének, mikor a tördelőnk már betördelte, és akkor egy utolsó átfutás alapon, hogy véletlenül sem maradjon benne hiba. Úgy sejtem, hogy hatékonyan működünk együtt. Ez a 2000 példány azért nem olyan sok. Hogy jut el az emberekhez a újság? Említettük, hogy ingyen hozzáférhető minden újpesti iskolában. Az helytörténeti gyűjteményen keresztül postázzuk, tehát több példány is eljut az iskolákba. És olyan közösségi terekben, mint a újpesti Szabó Ervin könyvtár, a Király könyvtár, vagy az önkormányzat ügyfélszolgálatai megjelenés utáni napokban mindenki eléri. Vannak a lapnak rajongói, pedig nem bulvárlap, akik tudják, hogy negyed évente 20-a körül jelenik meg, tehát március, június, szeptember, december 20-án biztos, hogy ott lesz, kivéve ezt a szeptemberit, amit most elárultunk, hogy ez már hamarabb megvan, és akkor ostromolják a helytörténeti gyűjteményt, ugye odaérkezik leghamarabb a nyomda, odaszállít, vagy pedig járják körbe ezeket az ismert helyeket, és így jutnak hozzá. Van tiszteletpéldány listánk is természetesen, úgyhogy nem sok a 2000, egy pár lapból mindig megtart a helytörténeti gyűjtemény, pár számból mindig megtart a helytörténeti gyűjtemény, hogy ha kutatni szeretne valaki, akkor utólag is hozzáférjen. Egyébként kiegészíteném Lacit, hogy ez a talán kevésnek tűnik ez az évi egyszeri találkozó, de két ok miatt ez egy nagyon jó megoldás. Egyrészt Marian segítségével megkapjuk azt a listát, hogy abban az évben milyen évfordulók vannak, tehát meg tudjuk nézni, hogy mihez érdemes cikket kapcsolni. Volt már a tűzoltóság története, postatörténet, 25 év alatt szinte minden jelentős újpesti intézmény vagy egykori gyár történetét feldolgoztuk. Ez az egyik szempont. A másik, hogy ezért ez egy ismeretterjesztő lap, ahol a cikkek kutatások alapján készülnek. Tehát ha januárban egy szerző elvállalja, hogy a júniusi lapra elkészíti egy valamilyen gyárnak mondjuk a történetét, akkor van annyi ideje, hogy ezt kikutassa, levéltárba menjen, felkeresen olyanokat, akik ott dolgoztak, vagy kapcsolatba kerültek ezzel, és időt hagy. Ez egy jó dolog, hogy nem előtte 3 héttel találkozunk, mert akkor nem az egy rendes lapoknak úgy kell működni, hogy frissek legyenek, de nálunk nem ez a cél, inkább az, hogy úgy legyen friss, hogy minden évben nehogy kihagyjunk valamit, ami fontos. Ezen a téren is segítségünkre a modern technológia. A lap fönt van mindig a legfrissebb számmal Újpest honlapján, mégpedig nagyon előkelő helyen, rögtön a kezdő oldalon, bal oldalon. És PDF állomány, a modern keresők, például Google, tehát ha bárki címszavas kereséssel feldobja ezeket az oldalakat is. Tehát a fiatalok, a gyerekek most már sokkal inkább ezeket az online csatornákat keresik, tehát ilyen formán is hozzájutnak a laphoz, nem csak papír alapon. Épp azt akartam kérdezni, hogy a lap nívója és tartalma akár indokolhatná azt is, hogy kereskedelmi forgalomba kerüljön, de úgy látom a szándék az inkább az, hogy mindenkihez eljusson, akár online formában, akár ingyen, bármilyen módon. Említetted ezt a kereskedelmi forgalmat, most kicsit ehhez kapcsolódóan, de talán más szempontból. Az előbb Ancsa említette azt, hogy a gyűjteményben néhány lapot megtartanak törzspéldánynak. Na most ez nagyon jó, mert
megítélésem szerint ez egy olyan nívójú kiadvány, amiből akár összekötött évfolyamokat is lehet csináltatni. Ezt meg is tettük. Tulajdonképpen három nagyon köztiszteletben álló polgárunk, a Újpest díszpolgára, a 75. születésnapjára, hát az alapítvány úgy tisztelgett a munkásságuk előtt, hogy ezekből a lapokból az addig megjelent példányokat, ami hat kötet, és benne vannak az első példányok is, tehát a 94-től induló példányok, ezeket átadtuk nekik, hiszem, hogy a könyvespolcukon előkelő helyen szerepelnek. Nem Ancsa szerénysége volt, nem említette azt, hogy most nem tudom megmondani ebben a pillanatban, hogy melyik évben, de a hasonló országos kiadványok között az újpesti helytörténeti ötösítő a második helyet foglalta el. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy nem csak itt helyileg van tekintélye ennek alapnak, hanem ezt úgy gondolom, hogy aki ilyen dologgal, tehát helytörténettel foglalkozik, az értékeli kívülről is ennek a színvonalát. Szerintem biztosan büszkék az újpestiek arra, hogy ezt valakinek megmutatják. Beszéljünk egy kicsit a tartalomról. Nyilván mindannyiótoknak van valamilyen olyan érdekes élménye, emléke, anyaga, amit úgy nagyon-nagyon a szívéhez közelének érez. Ugye én, ahogy az Ancsa is emlegette, jellemzően ezt a robotot viszem, hogy híres újpestiek. Sok esetben olyan emberekről írok, akik a közelmúltban hunytak el, leszármazottaik itt élnek közöttünk. És nekem a legnagyobb élmény az, mikor ezek a leszármazottak megosztják velem a személyes élményeiket. Tehát kapok tőlük javaslatokat, instrukciókat, mit és hogyan hangsúlyozzak. Legutóbb például Vindizsécz Mária hercegasszonyról, Károly grófnéről írtam, akinek a fia László gróf, aki kint él Fóton. És akkor, mikor összeállt az írásanyaga, akkor én elektronikusan elküldtem a gróf úr titkárságára, kérve a visszajelzést. És kaptam is 2-3 olyan javaslatot írt nekem Nagy Károly László, amiről úgy gondolta, hogy talán még a cikkben helye van, és ezek számomra a legnagyobb élmények, mikor élő forrásból tudnék táplálkozni. És mondta az Ancsa, hogy vannak a lapnak rajongói, ellenségei viszont szerencsére nincsenek. Tehát nem került arra sor egyszer sem, hogy helyreigazítási kérelemmel jött volna bárki hozzánk, igyekszünk megfontoltan információkat leírni. Szóba se került sajtóper, nem is illene a lap szellemiségéhez. Támogatóink viszont vannak, tehát témákra felhívják a figyelmünket. Én is jó pár híres újpestihez úgy jutottam, hogy egyszer csak kaptam egy levelet, egy telefont, utcán valaki mondta, hogy miért nem írsz XY-ról? És mondom, nagyon szívesen ki tud nekem segíteni az anyaggyűjtésbe, és akkor ezek a csatornák megnyílnak. Az újpestiek megosztják velem az élményeiket. Hát nekem alapvetően ugye műszaki kérdések azok, amik érdekelnek. Ebben a pillanatban két olyan dolog jut eszembe, amire szívesen visszaemlékszem, emlékezem. Az egyik az újpesti vagy északi összekötő vasúti hídról írt cikkem, és az ezzel kapcsolatos tanulmányaim. Ez végsősorban kétszer jelent meg a folyóiratban. Egyszer szinte teljes terjedelmében még a Kadeszovics Géza által szerkesztett változatban, a másik egy rövidebb változatban. Viszont érdekes módon ezek a cikkek olyan ismerettségeket hoznak, amikkel az ember nem is számol. Tehát például összeismerkedtem azzal a mérnökkel, aki a MÁV felügyelőjeként az 1954-es átadáshoz, ugye a félállandó, emlékszünk még a kárácsozású hídra, annak a hídnak a helyreállítását irányította, és a kapcsolatunk barátsággá mélyült, ha szabad ezt a nagyképű szót használni, ugyanis azt a fotóalbumot, illetve a rendelkezésemre bocsátotta, amit akkor ő készített a híd felújítása kapcsán. Na most az ugye, gondoljunk arra, hogy 54-ről van szó, tehát akkor minden, ami nem volt engedélyezett, az szabotás volt. Tehát tulajdonképpen az, hogy ő
és ő volt az egyetlen, aki olyan fotókat készíthetett, amik azóta kuriózumok. Olyan kapcsolata volt külföldön, nagyon jól beszélt franciául, olyan kapcsolatai voltak, hogy például rendelkezésre bocsátották azokat az amerikai légifelvételeket, amit az amerikai hírszerzés készített, amiben be voltak jelölve, hogy mi az, mik azok az objektumok, amiket Újpesten fel kell robbantani, és le kell bombázni. Tehát ez volt az egyik, és ez egy bizonyos mértékig az édesapám előtt való tisztelgés is volt, hiszen ő műszaki katonaként, pályamesterként, tehát vasutasként a háborúban a visszacsatolt területeken a vasútvonalakat állította helyre, többek között ilyen hidakat, vasúti hidakat is, úgyhogy ezzel azt hiszem, hogy talán apám előtt is tisztelegte, amikor ezt a cikket írtam. A másik pedig az, hogy az Egek királyné a főtemplomnak a történetét próbáltam összehozni, amihez elég sok mindent kellett csinálnom. Tehát egyrészt ugye nyilván a Váci püspöki levéltárba kellett utána nézni dolgoknak, másrészt viszont az ottani leírások szerint, mert úgy látszik, hogy a levéltárak a rajzokat nem szívesen őrzik meg, mert azok nagyok, meg össze kell hajtogatni, meg eltörik, meg mit tudom én. Úgyhogy például személyesen voltam fölmérni a gyöngyösi Szent Bertalan templomot, mert hogy az volt a mintája az Egek királyné a főtemplomnak, és ebből egy ilyen négy alkalommal egy ilyen folytatásos cikksorozatot sikerült összehozni, és talán ehhez kapcsolódóan hadd dicsekedjem azzal, ugye, hogy a fővárosnak van egy olyan könyvsorozata, hogy Budapest templomai, és hát az én javaslatomra tényleg talán nagy képűség ezt mondani, de az én javaslatomra került sor az újpesti templomokról szóló könyvnek a kiadására, amihez ugyancsak az önkormányzat adta a támogatást, amit ezúton is köszönöm. Egy nagyon szép minőségű kiadványt tegyük hozzá. Ancsa, neked mi a kedvenced? Nekem két kedvencem van, vagy olyan téma, amit igazán a sajátomnak érzek. Az egyiket ajándékba kaptam, a másikat magam fedeztem fel. 2009 körül elmondta Kadlecovics Géza, hogy az Asner Lipót alapítvány díját, az Asner Lipót díjat a két alapító, a Budapest Bank és az Egyesült Izzó megkívánja szüntetni. Ezzel a díjjal korábban a gyárnak, az Egyesült Izzónak minden évben két fiatal mérnökét díjazták. Valami kis pénz maradt az alapítványban, és úgy döntött a kuratórium akkor, hogy azt a pici pénzt áldozzák arra, hogy Asner Lipótnak emléket állítanak. És felkértek engem, hogy írjak egy cikksorozatot Asner Lipótról, kutassuk ki az életét. Nagyon-nagyon sok ismerőst sikerült ennek kapcsán szereznem, olyat is, akivel személyesen találkozhattam, olyat is, akivel csak leveleztünk. Én azt gondoltam fél újpestiként, hogy Asner Lipót életét már feldolgozták nagyon sokan. Azzal kellett szembesülnöm, mikor a levéltárban, a fővárosi levéltárban személyesen megjelentem, hogy az előttem sorban állók, akik más témában kutattak, kaptak, akkor odaadták a témajegyzéküket, kaptak egy-egy dobozt, egy-kettőt. Mikor én odaadtam, hogy Asner Lipót, akkor kihoztak egy zsúrkocsit, rajta több ládát, teljesen feldolgozatlanul, tehát a levéltárba valamelyik rokona, valószínűleg a fia, mikor elhagyta az országot, összeszedte az összes családi iratot, és nem csak iratot, mert például a fogászati röntgenjét is ott találtam, ezeket beledobálták ládákba, és azóta sem, 1952-ben halt meg, és 56-ban ment el a fia a Magyarországról, azóta se kutatta senki. Hát ez fantasztikus élmény volt, nagyon hosszú ideig tartott, de azt kell mondanom, egy kutatás komoly dolog, de rengeteg szórakoztató eleme volt, amikor anekdotákra bukkantam. Ő soha nem adott egyébként sajtótörténeti kutatást, csak keveset kellett végeznem, mert soha nem adott interjút. Egyetlen egyszer adott 37-ben. Akkor is nem hagyományos interjú volt, hanem az újságíró lejegyezte, amiket Asner mondott. Hát ha valakinek sok ideje van, vagy kicsit depressziós, akkor nézzen utána, hogy mennyi történet keringett róla. Igyekeztem mindet lejegyezni, de aztán a cikksorozatból lett egy könyv,
és a könyv megjelenése újabb és újabb történeteket hozott, ezeket majd szeretném publikálni, mert azt gondolom, hogy ő egy olyan alakja Újpestnek, akihez nem csak az Egyesült Izó meg a Tungstram kötődik, hanem például az Ute is, ő volt az elnöke, és ekkor volt a 30-as évek végén a legsikeresebb bajnokcsapat, foci csapat. De hát Halasi Olivertől kezdve számtalan sportolónak adott sportálást és támogatást. Tehát Asner Lipót az egyik, a másik Prém Margit, akiről mindössze egy feljegyzés volt Újpest krónikájában, hogy a lakóházát, nem itt született Újpesten, de ahol felnőtt, a végrendeletében Újpestre hagyományozta, pontosabban megjelölte azt a célt, hogy ezt egy református gyülekezet kapja, Gyökösi Endrének a gyülekezete. És ebben a témában kezdtem el kutatni, kiderült, hogy egy fantasztikus asszonyról van szó, a budapesti skótiskolának volt az igazgatónője. Talán ismertebb nála Jane Haining, aki ugyanennek az iskolának az internátusát vezette, és tragikus véget ért 1944-ben, amikor elvitték őt Auschwitzba, és soha nem jött vissza, egy skót nevelőnő. Ők nagyon jó barátságban voltak. És amikor elmentem a Rádai utcai református levéltárba, akkor ott jelezte a levéltárvezető, hogy valaki már kereste Prém Margit iratait, kiderült, hogy egy leszármazottja volt. Prém Margitról ott nem nagyon őriznek dokumentumokat, Jane Haningről találtak, és az illető, aki az unokahúga, Bánóczi Lidiának hívják, Prém Margit unokahúga, ő egy producer, és készített is egy filmet Jane Haningről, amit Prém Margit emlékének ajánlott, szentelt. Megadták az ő elérhetőségét, kapcsolatba kerültünk, és egy fantasztikus levelezési anyag, meg családi dokumentációt őriz Lidia, úgyhogy ennek alapján most fut az értesítőben, már a végéhez közeledik a Prém Margit története. Hadd tegyem hozzá, hogy tavaly volt a reformáció éve, és az önkormányzat támogatásával és a Budapest Bank Alapítvány támogatásával rendeztünk egy református konferenciát, ahol ismertettük az ő pályaképét, és egy emléktáblát is elhelyeztünk az Újpest Újvárosi Református Gyülekezet homlokzatán. A nézők azt hiszem, hogy most már ízelítőt kaptak abból, hogy amikor a kezükbe veszik egy ilyen nívós lapnak a kiadványát, hogy mekkora munka, mekkora kutatási munka van mögött, az egész mögött, azért ebbe iszonyatos melót beletesztek. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy ugye mindannyian tagjai vagytok valamelyik civil szervezetnek, amelyiknek szívügye a helytörténet, Újpest, a városvédők, a közművelődési kör. Amikor megjelenik alap, akkor megbeszélitek velük, oda mennek hozzátok, hogy hú, ez most nagyon jó volt, és ezzel még foglalkozzatok? Kapunk visszajelzéseket, talán amiatt is, hogy azért igyekszünk a jelenkor eseményei is reflektálni. Tehát azért nem csak a múltba révedünk. Újpest most átalakulóban van, örömmel látjuk, hogy fejlődik, de vele együtt azért régi dolgok ezzel párhuzamosan eltűnnek. Mi a magunk módján emléket állítottunk például a régi úszodának, pont János írásai révén. Nagyon örülünk a halónak, de tény, hogy Újpest módjának egy része volt az úszoda, ami most éppen bontásra került. Ugyanezt tettük az újpesti piaccal, cikksorozattal mutattuk be az újpesti piac fejlődését, ugyanakkor persze örömmel nyugtáztuk, hogy épült egy új piaccsarnok. És az Adi Művelődési Házzal is megtettük ugyanezt, mert csak Újpest közelmúltjának egy fontos intézménye volt, az abcsarnok lenyűgöző, de tény, hogy a magunk módján emléket állítottunk, ha úgy tetszik, egy picit elsirattuk az újpesti piacot, az újpesti úszodát, az újpesti adiművelődési házat, és a plébániát is, bocsánat, ami egy város fejlődésének van egy ritmusa, életciklusai, de nekünk az a dolgunk, hogy az új mellett megmutassuk a régit is. Úgyhogy sok visszajelzést kapunk, mert azért ezt a fajta szellemiséget az olvasóink értékelik. Én nagyon büszke voltam, amikor az Újpesti Nyugdíjas Klub meghívott, hogy meséljek Asner Lipótról, és persze kiderült, hogy közülük is jó néhányan ismerik a gyárat, dolgoztak ott. Egyébként a gyár fénykorában 12 000 újpesti dolgozott az Egyesült Izóban, tehát
nem lehet itt olyan család, akinek ahonnan a nagypapa, vagy a dédpapa, vagy a dédmama nem kapcsolódna ehhez a témához. Úgyhogy gyártunkban, keltünkben persze visszajeleznek, a Városvédő Egyesület tagja vagyok, mikor időm engedi, akkor részt veszek a különböző sétákon, kirándulásokon, és ott is oda jönnek. Talán ehhez a visszajelzéshez tartozik az, hogy ugye mindannyian tudjuk azt, hogy állami kezdeményezés volt ugyan ez a kulturális örökségvédelmi napok, de ennek azért azt hiszem, hogy Újpesten is elég nívós programja van. Na most, és ugye a kulturális örökségvédelmi napokon ismertetett tudomány, tehát az épületek és az egyéb dolgoknak az ismertetése azt hiszem, hogy nagy részt alapul a folyóiratunkban megjelenő cikkekre, és bizony ezeken az ismertetéseken elég sok újpesti is, de elég sok külsős is részt vesz. Azt hiszem, hogy ez is egy bizonyos mértékű visszajelzés. Túlzás lenne azt óhajtani vagy kívánni, persze nagyon jó lenne, hogyha sokkal szélesebb körben ismernék a lapot, vennének részt ezeken az ismertetéseken. Ennek a helytörténeti értesítőnek szerintem egy fia vagy lánya volt ez a Helyi Érték című sorozat is, aminek ugyancsak pozitív visszajelzései voltak. Tehát, hogyha ennek szélesebb köve lenne, annak nagyon örülnék, de azt hiszem, hogy nem kell maximalistának lenni. Hiszem azt, hogy előbb vagy utóbb azért a szélesebb körben is terjedni fog. Annál is inkább, hát tegyek hozzá egy bómót. 2000-es évek közepén Magyarországon Joel Alonnak hívták Izrael állam nagykövetét, akiről kiderült, hogy eredetileg Brichta Károlynak hívták. Hát nem lehetett kihagyni, hogy ne keressük meg. Úgy beszél magyarul, mint mindannyian. És ő mesélte, mikor én mondtam, hogy milyen kicsi a világ, hogy még ő is újpesti, mondta, hogy szerintem Magyarország 10 millió állampolgárából 12 millió újpesti. Ő Izraelben is csak újpestiekkel szokott találkozni. Pont erre akartam kiukadni a végére, hogy ti, akik ilyen elszántan, ilyen nagy lelkesedéssel dolgoztok ezen az anyagon, és kutatjátok Újpest történetét, nektek mit jelent mondjuk, hogyha egy mondatban meg lehet fogalmazni Újpest az életetekben? Otthonom, munkahelyem, és ez a város iskoláztatott, nevelt fel. Tehát elég nehezen tudnám bármelyik más szegletében a világnak elképzelni az életemet. Sokat volt lehetőségem utazni, de ide mindig haza lehet térni. Hát én tulajdonképpen bevándorló vagyok, mert én csak 45 éve élek Újpesten. Én tulajdonképpen hálás vagyok az első feleségemnek, hogy ez ilyen irányú érdeklődésemet felkeltette, és hát tulajdonképpen bizonyos mértékig a szenvedélyem mély is vált, és azt hiszem én is, hogy végül is itt vagyok otthon. Nekem is szívügyem, bár nem itt élek, a férjem itt született Újpesten, és az anyósom is itt nőtt fel a Virág utcában, de olyan szeretetet adott Újpest az utóbbi 25 évben, amit semmilyen más városrész, az sem, ahol születtem és ahol jelenleg élek, soha nem kaptam. Ennek elismerése volt, hogy az Újpesti Városvédő Egyesület az újpesti helytörténetért végzett munkámért aranyhorgony díjat tüntetett ki, és ez egy civil díj, ennél nagyobbat az ember nem is várhat. Hát te sokáig az újpesti önkormányzati lapnak is munkatársa voltál, úgyhogy ez is egy erős kötődés volt. Igen. 2007-ig ott dolgoztam. Ott is kulturális anyagokat írtam jó részt. Hát én azt kívánom nektek, hogy ez a szeretet Újpest iránt megmaradjon minél tovább, hogy ebből ilyen gyönyörű anyagok szülessenek majd, amik itt megjelennek a helyi történeti értesítőben, és kívánom, hogy legalább még 25 évig működjön ilyen nívóban, ilyen színvonalon az a lap. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget.